Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sorozatban negyedik bajnoki meccsüket is megnyerték a Kék Cápák. Negyedszer is legyőzte a Békés Csabát a Fátum Nyíregyháza. Kiütéses győzelmet aratott a Hódmezővásárhely ellen a Sunshine Nyikse. Megőrizte idei hibátlan mérlegét a nyíregyházi Teke Klub együttese. Két vereség után várja a csatadélyesét a nyíregyházi kosárcsuli csapata. Az EJBL szolnoki tornáján lép pályára a Blue Sharks U20-as együttese. Sorozatban negyedik bajnoki meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák az MTK Török Bálint csapatát fogadták, és a vendégek 73-66-os vereséggel távoztak a Continental Arénából. Nagyon akadozott a játékunk, alsó poszton szinte alig tudtunk kosarat dobni. Ez köszönhető annak, hogy a Gergő megsérült, a Tóth Geri, illetve a Cingerzonika is fájt a bokája, ezért nem tudtunk alsó poszton dominálni. Külső dobásaim pedig nem mentek úgy be, ahogy szokott. Nem volt szép mérkőzés, az anyag, hogy nyertünk. Nagy sorozat előtt áll a csapat vasárnap újabb hazai bajnoki következik a Nagykörös ellen, aztán a Hekupában két meccs, egy elődöntés, remélhetőleg egy döntő. Ennek tükrében milyen volt ez a mostani teljesítmény? Múlt hét elején visszavettünk a terhelésből, nem lehet csúcs terhelést adni a fiúknak folyamatosan egész szezonban. Most arra koncentrálunk, hogy a vasárnap meccset megnyerjük, és megint a csúcsformát ugye a Hepkupára fogjuk időzíteni, hogy ahhoz képest nem volt rossz, sok hibával játszottunk, ezeket ki kell javítani vasárnapig. Keresünk még pozitívumokat, fiatalok talán a szokottnál is több szerepet kaptak. Így van, ezt is ki kell próbálni, hogy mi van akkor, hogyha sérültjeink vannak, hogyan tudunk így játszani. Nagyon szépen helytáltak, és meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Amikor a meccsel, hogy beszélgettünk, mondtad, hogy minden ellenfélben az MTK-ból is felkészültök, azt kaptad a pályán, amit vártál? Egy kicsit könnyebb mérkőzésre számítottam. Az MTK eléggé megnehezítette a dolgunkat, zónáztak egész mérkőzésen szinte, és eléggé behúzódtak, ezáltal nem tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ezért lett ilyen szoros a végeredmény. A kapott pontok számával nem volt gond, talán a dobott pontokével egy picit, tekintve, hogy nagyon fontos meccsek következnek, és az elmúlt hetekben azért nem az volt a megszokott pihenés edzés aránya, ami szokott lenni. Hogyan tekintesz a jövőbe? Következő mérkőzésünk sem lesz könnyű, a Nagykörös ellen idegenben is megszenvedtünk, de szerencsére nyerni tudtunk, úgyhogy ugyanezt várom ellenük, és szeretném, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nem született meglepetés, legalábbis mi az eredményt illeti, talán a különbség és a játék képe az MTK számára többet mutat, mint amit előzetesen bármi lehetett. Hasonlóképpen gondolom, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés sikerült ma játszanunk. Soha sem szoktam panaszkodni, de több sebből vérzünk most. Nem is vagy, amúgy sem vagyunk sokan, de betegségek sérültek tizedelik csapatunkat. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés sikerült ma játszani. Elkövettünk néhány olyan egyéni hibát, amit nem a megbeszéltek szerint, tehát nem a játékokból kezdeményeztünk akciókat. Én azt gondolom, hogy ezeket rendre nagyon rossz döntés követte, de semmit nem volt le a Nyíregyháza érdeméből a győzelem, melyhez ezúton is gratulálok, és további sok sikert kívánok nekik. Ebben a bajnokságban mi a célja az MTK Török Bálintnak a piros csoportban? Mivel nem úgy sikerültek a nyári igazolásaink, ahogy szerettük volna, más reményünk nem lehet itt a tabellát is nézve, mint hogy a tisztes helytállás és a bemaradásért küzdjünk. Mi ennek ellenére, és a játékosaim is hasonlóképpen gondolják, mindent megteszünk, hogy minél előrébb végezzünk. Megfelelő munkát, hogyha el tudjuk végezni, akkor én bízom benne, hogy ez a lehetőség a kezünkbe lesz, és ez sikerülni fog. Nem vagyunk könnyű helyzetben sajnos, a edzések számával is problémánk van, de én azt gondolom, hogy van mire alapoznunk, van néhány olyan fiatalunk, akik most például két igen fiatal játékost avattunk, és nem is rosszul szálltak be a mérkőzésbe, tehát jövőre való tekintette én azt gondolom, hogy ez lehet az út, és ez a jövő. Minél több fiatal játékost igyekszünk beépíteni, meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. 29 ponttal mezőny legeredményesebb játékosa voltál, mondhatnánk viccesen, nem volt nehéz, hiszen ismered a pályát, a palánkot, a gyűrűt, de a viccet félretéve, hogy érezted magad a pálya, milyen volt itt játszani? Összességében nagyon jó volt mindig egyfajta kettős érzés hazajönni. Egyrésztről nagyon szeretek Nyíregyházán játszani, igaz, sokat játszottam itt. Másrészt kicsit furcsa azok ellen a játékosok ellen játszani, akik sokáig a csapattársaim voltak. Hogy érzed magad Török Bálinton?
Jól érzem nagyon, az talán látszik ebből a meccsből is, hogy egy jó csapat vagyunk, de ugyanakkor más célokkal kezdtünk neki a szezonnak, mondjuk, mint a Nyíregyháza, de úgy gondolom, hogy a sérüléseink ellenére most így 2019-től kezdve egy nagyon jó úton vagyunk. Negyedszer is legyőzte a Békés Csavát ebben a szezonban a Fátum Nyíregyháza. Hollócsi László együttese 3-0-ra verte a bajnoki címvédőt a Continental Arénában. Én örülök azért, hogy végre most már nem 5 játszmás mérkőzés volt, hiszen ez mindig azért egy hátsó fali infarktus az edző számára. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, és elsődlegesen azért, hogy tényleg sikerült stabilan játszani, tehát én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésnek az volt az alapja, hogy az első játszma úgy kétharmadától eltekintve sikerült stabilizálni a fogadásunkat, illetve sikerült az ő nyitásfogadásukat a szerváinkkal lerombolni. Úgyhogy ez mindenképp egy szép dolog. Az, hogy négyszer megvertük a Békés Csabát, én úgy gondolom, hogy megsüvegelendő. De hát ez még tegnap ez egy szép siker volt, de mától már a következő előfelmérőre kell koncentrálni. A következő közvetlen előfelmérő a Vasas elleni hétvégi bajnoki mérkőzés lesz a listavezető otthonában. Ott milyen mese lehet számítani? A tegnapi mérkőzés azért volt fontos, mert így még matematikailag, vagy talán még egy picit több is tudtunk esélyt teremteni magunknak, hogy akár még a Vasast is elkaphassuk. Nyilván nem egy egyszerű dolog ez. Nem véletlen, hogy a Vasas a listavezető, ők is nagyon stabilan játszanak, tehát legyünk egy kicsit telhetetlenek most, és úgy menjünk föl a Folyondár utcába, hogy mikor, ha most nem. Úgyhogy mindenképp én azt szeretném a lányokba súlykolni egész héten, hogy ezeket a lelki tölteteket, amiket kaptunk most a Békés Csabai meccsből, használjuk fel a következő Vasas elleni mérkőzésre is, és adjuk meg magunknak a szanszot, hogy hát ha el tudjuk kapni a Vasast is végre valahára. Dolgozni kell, és hogyha keményen dolgozunk, akkor én mindig azt mondom, hogy ez még nem garancia sikerre, de egy hatalmas alapot tud adni. Biztos a Vasas is kőkeményen fog készülni. Az edzőjük biztos, hogy ki fogja elemezni a csapatunk gyengeségeit, erősségeit. Nekem van most a fejemben egy új dolog, amit ki szeretnék próbálni a Vasas ellen. Remélem működni fog. A bajnokság elején beszélgetünk, azt mondtad, azt szeretnéd, a hétről hétre, hónapról hónapra épülne, fejlődne a csapat. A legfontosabb meccsek, a legfontosabb időszak most következik. Ott tartotok most, ahol elképzelheted, ahol kell. Az edző az mindig maximalista. Sok dolog van, amit már sikerült megvalósítani, de még rengeteg munka vár ránk, és tényleg az ember néha rácsodálkozik, hogy milyen eredményeket tudunk elérni, hiszen mi ugye edzők azt látjuk a lányokkal, hogy néha nap mint nap meg kell szenvednünk, hogy átlépjük a határainkat. Vannak olyan periódusok, amikor nem úgy megy az edzés, ahogy akár ők elvárják saját maguktól, akár ahogy mi elvárjuk magunktól. Nyilván az ember, amikor otthon leül, és egy kicsit higgadtabban átgondolja a dolgokat, akkor tudja azt, hogy ez a hullámzás, ez benne van egy mikrociklusban, és mivel hogy nem robotokkal dolgozunk, nyilván ezek a hullámzások benne vannak a játékosok teljesítményében, de tényleg ilyenkor egy ilyen Békés Csabai elleni mérkőzés után szoktam egy kicsit úgy átgondolni, hogy honnan van az a lelki erő, honnan van az a tartás, hogy tényleg ilyen eredményeket tudunk elérni. Higgyék el a kedves szurkolók, hogy azért nagyon nem egyszerű. Tehát egy nagyon jó Békés Csabát sikerült legyőzni, tehát jól játszottak, tényleg győzni akartak, és hála Istennek sikerült őket kontrollálni. De hát még ebből fakadóan én amikor, illetve mi, amikor a kollégákkal elemezzük a játékosokat, illetve a saját csapatunkat, még rengeteg hibát látunk. És ez szerintem addig jó is, amíg még van hiba, és az edzők ezzel foglalkozni akarnak, és a játékosok is, mert akkor ez még egy egyenes út ahhoz, hogy még tovább tökéletesítsük a játékunkat. Az biztos, hogy a kupa döntőben még több kell, és a rájátszásban még annál is még több kell. Ez a 4-ből 4 győzelem a Békés Csaba ellen jelenthet-e valamit a kupa döntő szempontjával, vagy pedig az egyik legfontosabb feladat lesz a következő másfél hétben, hogy ennek az emlékét kigyomláld a lányok fejéből?
Nem fog nagyon sokat jelenteni. Bizonyos dolgokban biztos lélektani előnyt adhat számunkra. Talán most már úgy foglalkoznak a Fatum Nyíregyházával, hogy tényleg méltó kihívója lehet a Békés Csabának. Talán az, hogy négyszer győztünk, ez elraktározódik mind a két csapatnak a hátul a kis agyukban. Ez nekünk egy pozitív töltetet adhat. Remélem a Békés Csaba biztos, hogy nem fog félni tőlünk, mert nem olyan játékosokból áll. De ha már egy olyan érzéssel állnak fel a mérkőzésre, hogy úgy valami viszonyog egy kicsit nekik, hogy nem szeretünk játszani ezzel ellen a csapat ellen, és nem esik jól egy Fatum Nyíregyház ellen játszani, akkor azt hiszem, akkor ennek a négy mérkőzésnek megvan a hatása, és meg kell próbálni utána ezt a kupába kihasználni, de hát az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Kiütéses győzelmet aratott a Hódmezővásárhely ellen a Szentsenyikse. A nyíregyházi kosarasok az NB2 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen 120-48-ra verték a vendégeket. Azért azt tudni kell, hogy a nagy távolság miatt, és mi általában hazai meccsénket péntek este játsszuk, nem biztos, hogy teljes csapattal állnak ki a csapatok munkahelyi egyéb elfoglaltságok miatt, de már ezt mi évek óta így játszunk, és mindenki elfogadta ezt. Erről nem mi tehetünk alapvetően. A különbség az nagy volt, nem a teljes csapattal jöttek, az biztos, de ez nem volna semmit az érdemből, mert egészen jó csapatjátékot játszottunk, és főleg a fiatalok most hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez. Egy ilyen győzelem mindenképpen önbizalom növelő, meg gondolom azért ilyenkor lehet gyakorolni olyan dolgot, ami később jól jöhetne. Igen, már csak azért is, mert örömünkre azért, amellett, hogy voltak távozóink a csapatból, most azért van 2-3 visszatérőnk is. Hagy említsem meg egy belga nemzetiségi fiatalembert, aki a munkahelye, illetve a családi kötődése Nyíregyházára kötődik, és nagy örömünkre megtaláltuk őt, és úgy látjuk, hogy ő is megtalált itt a számítását. Egy képzett játékosról lévén szó, centerposzton tudjuk használni, illetve Tisza Bálintról is, hogy említsek meg, az elmúlt hét közepe környékén találkoztunk, és az ő tanulmányai is úgy néz ki, hogy változnak. Most már Nyíregyházán fogja folytatni a tanulmányait, és már a csapatunkban tudhattuk, ő is játszott, és ezen a mérkőzésen mind a ketten azért megfelelő szerephez jutottak, és tudtunk velük gyakorolni. A jövőre tekintve nem a legközelebbi mérkőzés, hanem egy picit akár még tovább is. Ez mindenképp biztató, hiszen nagyobb a merítési lehetőség. Ez mindenféleképp igaz. Azért azt tudnunk kell, hogy sajnos az utánpótlást nehezen tudjuk megtartani, mert továbbtanulás miatt a fiatalok nagy részt elmegy, és örömünkre vannak azért, akik vissza is jönnek, és mi ebből is szeretünk úgymond gazdálkodni, és több játékosunk is így került hozzánk. Annak örülünk, hogy azért nem szűk a rotációnk, hanem most már azért bátrabban tudunk hozzányúlni, akár a magasabb poszton is, akár az alacsonyabb posztokon is, ez csak a javunkra válhat a későbbiekben is. A hétvégén újabb rangadó következik, hiszen az adott Hudatonval holt versenyben első szónak alá érkezik a Bánki csarnokába. Milyen meccsre lesz számítani, milyenek az esélyek? Alapvetően most már azért körvonalazódott a tabella. Azt látjuk, és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a mi csapatunk is abban kategóriában tartozik, amelyik az első csapatok közé tartozik, akik kiemelkednek a mezőnyből. Itt mondhatok 4 csapatot, a Debrecen, a Szolnok, a Cegléd és a mi csapatunkat is. Tavaly is hasonló volt a felállás, akkor én azt gondolom, hogy kisebb bravúrokkal a csapatok elé kerültünk, és mi kerültünk a rájátszásba. Most az év elején még nem álltunk össze, és Szolnokon a Vártnál nagyobb vereséget szenvedtünk, de ahogy az idő múlt, jobban összeértünk, nagyobb a merítési lehetőségünk is, amellett, hogy hát talán mondhatom, nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de győzni szeretnénk mindenféleképp. Megőrizte ide hibátlan mérlegét a nyíregyházi Dekeklub együttese. Az NTK a Szang csapatát fogadta, és a vendégek 6-2-es vereséggel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából.
Magabiztosan vezettünk már az első pillanattól kezdve ezen a mérkőzésen, azt is lehet mondani. Már úgy érzem, hogy nem tudtunk mindent kiadni magunkból, bár hozzáteszem, hogy a Fehér Béla a középső sorba 603 fát ért el, ami mindenképpen egy megsüvegendelő teljesítmény volt. Többiekben még azért maradtak néhány fák, de úgy gondolom, hogy 540 fával a Magyarorsi Péter és a Kastora Zsolt is annyival végzett, mindenképpen, mivel már ez volt az alja, azt lehet mondani a csapatnak, ez mindenképpen már egy jó előjel a következő mérkőzésekre nézve, és azt lehet mondani, hogy eléggé egységesen gurítottunk, és bízunk benne, hogy ezt az egységességet majd át tudjuk menekíteni a következő mérkőzésre. A mostani mérkőzésen igazából úgy alakulhatott ki a 6-2-es eredmény, hogy az első szedbe sajnos a Magyarorsi Péter picivel, de elbukta a fontos csapatpontot, azonban mellette a Hakkerdezső magabiztosan hozta a kötelezőt, és a középső sorba igazából már eldőlt a mérkőzés azzal, hogy mind a két pontot meg tudtuk szerezni, itt a Szolyka Miklós, illetve a Fehér Béla révén, és a zárósorba a Kastora Zsolttal, ahogy megindultunk az első 30-as szérián, ott már látszódott, hogy csak is nyíregyházi győzelem született, annak már csak a mértéke volt kérdéses. Nekem sikerült a csapatpontot megcsinálnunk, és így alakulhatott ki, hogy egy nagyobb fa különbséggel és 6-2 arány majd diadalmaskodni tudtunk hazai pályán. 3-3 győzelem az idei mérleg. Mennyire biztató ez a jövőt tekintve, mennyire célozza az önbizalmatokat? Mindenképpen jót tesz az önbizalmunknak, ez egyértelmű, meg látszik, hogy több játékosunk is folyamatosan tudja hozni a elvárt teljesítményt, és majdnem azt mondom, hogy nincs rossz dobásunk. Hogyha netán valaki egy kicsit rosszabb napot fog ki, akkor is a többiek ki tudják segíteni, úgyhogy ez mindenképpen nagyon biztató a következő mérkőzésekre nézve. Annál is inkább, hogy most Budapesten a Tüker ellen fogunk majd pályára lépni, a Tüker pályán. Hát ez a Dinamo csapata, ez már mindenképpen egy sokkal nehezebb falat lesz idegenben, ugyanis nagyon jól játssza a hazai pályájukat. Hozzáteszem, hogy ezen a pályán ebben a szezonban már kétszer voltunk, a gázművek ellen és a fővárosi vízművek ellen is diadalmaskodni tudtunk, azt lehet mondani, hogy maga biztosan, úgyhogy bízunk benne, hogyha ugyanazt a csapatfát tudjuk hozni, akár a Dinamo csapatát is meg tudjuk majd leckésztetni, egy 3-5 arányú óvatos kis vendéggyőzelembe bízunk, és nekünk most ez a legfontosabb, hogy a két pont meglegyen, főleg annak tudatában, hogy a közvetlen riválisaink, az Eger, illetve a BKV előre is nehéz idegenbeli mérkőzés elé nézhet, és nagyon bízunk benne, hogy most a tabellán is akár már előrébb tudnánk majd lépni, úgyhogy ezért is mindenképpen nagyon fontos lesz ez a szombati találkozó számunkra. Ősszel többen bajlódtak sérülésre, többször voltak hiányzók, most inkább a bőség zavarával kell küzdenetek, okoz-e ez gondot, vagy pedig mindenki beáll a sorba, aztán ha pályára lép, akkor próbálja legjobbat nyújtani? Szerencsére a kellemesebb része van most a csapatvezetőnek, ugyanis mindenki egészséges, bár hozzáteszem, hogy most a Szegő Levent a derekával egy picit bajlódik, de a mostani keddi edzésen már végigbírta a gurításokat, úgyhogy bízunk benne, hogy hétvégén egyáltalán nem lesz problémája. Ahogy jeleztük, a Fehér Béla, illetve a Béla is jelezte a jó teljesítményével, hogy abszolút felépült a csípő problémáiból, úgyhogy mindenképpen kellemes dolga van a csapatvezetőnek, mert majdnem azt mondom, hogy bárkit a csapatba tehet nyugodt szívvel, aki jó formában van, az úgyis hozni fogja a jó teljesítményt, és valójában ennek is köszönhető, hogy az első 3 fordulóban magabiztos győzelmeket arattunk, és mindenképpen ez a jövőre nézve is a legfontosabb dolog. Mindkét idei mérkőzését elveszítette a nyíregyházi kosársoli Farkasinszki Gyuláni együttese a Tatabányától simán, az Eltebe a Cújbudától pedig szoros mérkőzésen szenvedett vereséget. A Tatabány elleni mérkőzés az lehetett volna kicsikét szorosabb, tehát ott azért nem voltunk annyira toppon. Ugye előző nap a juniorjaink játszottak egy mérkőzést, ahol aránylag magabiztosan nyertek, és így azt hiszem, hogy a következő mérkőzésre, ami az amatőr NB1 volt, nem maradt már talán bennük annyi motiváció, mint amire szükségünk lett volna. Így ott sajnos egy jó napot kifogó Tatabányával szemben nem igazán volt esélyünk semmilyen szinten. Tehát lefutottak, kidobtak bennünket, ők mindegy milyen védekezést alkalmaztunk, tehát egyszerűen nem tudtunk túlendülni saját magunkon. A Belac elleni mérkőzés az már egy egészen más mérkőzés volt, tehát ott ugye pörgősebben, koncentráltabban kezdtünk, pedig szerintem az a Belac egy jobb,
jobb csapat, mint amit Tatabánya volt. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy itt is azért lesznek gondjaink és problémáink, mert azért már volt közte 14-15 pont is az ellenfél javára. De aztán a második fél időben egy óriási javuláson estünk át, működött a védekezésünk, betaláltunk a kinti dobásainkba, és valóban csapatként működtünk együtt. Egy egálnál én úgy érzem, de nem én voltam az egyedi, hogy kaptunk három olyan játékvezető ítéletet, amit nem nagyon tudott kompenzálni a csapat, és ebből rosszul jöttünk ki, és a végjátékra így 8 ponttal kaptunk ki. De én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés azért az már sokkal jobb volt, tehát mutatta azt, hogy ezek a fiatal lányok azért sok mindenre képesek. De ugye azt is látnunk kell, hogy azért a két meghatározó játékos nélkül kosárlabdázunk, tehát az Orsi és a Dúri nélkül kosárlabdázunk már most hetek óta. Tehát ha ez a két lány van, akkor valószínűleg minden mérkőzésünk másként alakul, és nem azért, mert esetleg ők váltják meg a világot, hanem azért, mert az ő jelenlétük, az ő rutinjuk és az, hogy azokon a holdpontokon esetleg túl tudnák lendíteni a csapatot, ami most per pillanat nagyon nehezen sikerül. Reménykedünk, hogy ugye a két lány rövidesen felépül, és újra hasznos részei lesznek ennek a csapatnak. Szó esett a juniorokról, ugye a kettős terhelést kell, hogy bírják. Most, hogy a rutinosabb játékosok közül megint kiestek többen, hogyan bírják ezt, hogyan szerepelnek a saját korosztályukban? Nagy teher van rajtuk, bárhonnan is nézzük. Tehát azért annyira nagyon sokan ők sincsenek. Ezért ugye a saját korosztályokban is 30 perceket kell, hogy játszanak. És most abba a fázisba érkeztünk a juniornál is, hogy minden mérkőzés számít. Ugye aki most ezt a kört megnyeri, az keresztjátékot játszott a legjobb 8 közé jutásért. Ugye és mindenféleképpen ezek a lányok szeretnének 8 közé jutni. Az igazság, hogy eddig 4 mérkőzésen vannak túl a juniornak, és mind a 4 mérkőzésüket megnyerték. Idegenben van még egy Monor és egy Török Flór is. Ha sikerül ezt a két mérkőzést is hoznunk, akkor ugye a keresztjátékban mehetnénk tovább. Reménykedünk, de minden tekint elengedve. Én úgy gondolom, hogy a saját korosztályokban azért nagyon szépen teljesítenek, nagy dicséret illeti őket, és reméljük, hogy az idővel azért az amatőr NB1-ben is kamatozni fog. Visszatérve az amatőr NB1-hez, túl vagyunk a bajnokság felén, látva az eredményeket nagyjából, 3 győzelemmel biztos lehet a bennmaradás, meg lesz az házunk győzelem, gondolom. Reménykedünk benne, tehát ott azért azt láttuk, hogy Ajkán voltunk, tehát a lányokkal kiegészülve hazai pályán akár egy ajkai mérkőzést is meg lehet fogni, és innentől kezdve azért a Dávid Kornél is hozzánk utazik, és ugye eddig az volt a jellemző, hogy az idegenbe a rutinos játékosok nem utaztak el, hát reménykedünk, a Diós György is hozzánk jön. Tehát az is annyi, hogy utazni Kecskemétre utazunk, és ugye Kecskeméten játszani, tök mindegy, milyen felállásban vagyunk, azért az nem egy egyszerű dolog. Reménykedem benne, hogy ez sikerülni fog, és akkor tényleg azt a célt, amit ebben az évben kitűztünk magunk elé, az sikerül megvalósítanunk. Hát reménykedünk. A hétvégén jön az első idei hazai bajnoki meccs a Csata DS ellen. Ez még mindig egy olyan meccs, amit a későbbi felkészülés oltára lehet nem is feláldozni, nem használni. Ez valóban egy ilyen mérkőzés. Ugye most néztem a hétvégén az eredményt, ugye a Diós Győrben voltak, körülbelül 60 nem tudom hány ponttal nyertek idegenben, tehát remélem, hogy nálunk nem lesz ekkora nagy a különbség, de a győzelmeséjénk azért itt sincsenek, tehát ezt a meccset ugyanúgy el kell engedni, meg kell próbálni felhasználni valóban arra, hogy a junior mérkőzésre felkészülni, és felkészülni a következő Székesfehérvár elleni mérkőzésünkre. A hétvégén az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga szolnoki tornáján lép pályára a Nyíregyháza Blues U20-as együttese. A fiatalok két cseh, egy észt és egy szerb csapattal mérik majd összetudásukat. Az első kör után megjött az étvágya a csapatnak, és szeretnénk tovább jutni a következő körbe, ami azért már egy kiemeltebb szereplést jelentene, de nem lesz könnyű feladatunk, hiszen az egész hétnek eléggé zsúfolt a programja, és azt hiszem, hogy nem a legideálisabb az, hogy pénteken és szombaton is két mérkőzést kell játszani, de ezt azért tesszük, mert ugye kedden hazai bajnoki mérkőzésen lép föl a
Blue Sharks felnőtt csapata, ahol ugye a fiatalok is érdekeltek, illetve vasárnap a Nagykőrös gárdája fog majd érkezni Nyíregyházára. Tehát valamikor szombaton este 8 órakor fogjuk játszani az utolsó EJBL mérkőzés Szolnokon, hazautazunk, és vasárnap jön a következő mérkőzés. De hát a srácok úgy is szerettek volna belekóstolni a nemzetközi kosárlabda világ életébe, és azt hiszem, hogy ez megfelelő ízelítő lesz a számukra. Kolozsváron játszottatok a hazai csapattal, a Szolnokkal, két olasz együttesen, most újabb nemzetek, újabb kosárkultúrák következnek. Mennyire jó ez a fejlődés szempontjából a fiúknak? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen jó az, hogyha más kosárlabda kultúrával rendelkező országok csapatai ellen tudnak pályára lépni. Lesz most észt, finn, cseh és lengyel ellenfelünk. Tudjuk, hogy nagyon kemény mérkőzések lesznek, ők sokat futnak, elég keményen kosárlabdáznak, de nekünk föl kell venni a ritmust, és meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Előzetesen nagyon sokat nem lehet készülni az ellenfelekből, az milyen kívás a szakmai stáb számára, hogy meccs közben, vagy a meccs elejét látva kell esetleg alkalmazkodni, változtatni a taktikán? Nagy kihívás, ez nem kérdés, viszont ez azt is feltételezi, hogy bizonyos alaptaktikai dolgokat meg kell tanulnunk, és jól kell végrehajtani. Alapvetően, hogyha figuráknak nevezzük ugye a felállt védelem elleni játékokat, ezek bizonyos mozgáselemekből majd tevődnek össze, és igazából mindegyik ellen tanulunk védekezni, csak hát nem kérdés, hogy ezek az elemek milyen sorrendben követik egymást, de ha fölismerik a játékosok, akkor tudják ezt védeni, és hát ez egy picit talán segít abban, hogy minél gyorsabban és kreatívabban ismerjük föl, hogy éppen mivel állunk szemben. Említetted, hogy az első kör eredményeit követően megjött az étvágy, most már csalódott lenne, nem sikerülne tovább lépni? Igen, azt hiszem, hogy csalódottak lennénk. Jó lenne, hogyha tovább tudnánk menni, és eljutnánk esetlegesen a legvégsőbb kiemelt részig, de azt is tudjuk, hogy ez azért elég nehéz. A csapatunk az U18-as, illetve az U20-as csapatból közösen tevődik össze, együtt nem túl sokat tudnak edzeni, de remélem, hogy azért ezt meg tudják oldani. Alapvetően igazából az U18 és az U20-as csapatunk is ugyanazok alapján, ugyanolyan elvek alapján készül, és ugyanolyan elvek alapján kosárlabdázik, csak itt a személyek azok, akik nem minden nap találkoznak az edzésen. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!